A következőkben a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnáziumról tudhatnak meg többet, ebben pedig Fegyveres Janikó igazgató helyettes lesz a segítségemre. Milyen képzéseket tudnak nyújtani a pályaválasztás előtt állóknak? Üdvözlöm a kedves nézőket! El tudom mondani azt, hogy többféle képzési típust is kínálunk, bár ugye gimnáziumként működünk, de egyedüliként az országban mi a 8 osztályos gimnáziumi képzési formában a nyelvi előkészítő évfolyamot is bevezettük. Ez már 5. éve működik roppant eredményesen, és nagyon szép sikereket értünk el ezzel. Ezen kívül a 8-osoknak egy 4 évfolyamos képzést tudunk biztosítani, ami arról szól, hogy az első 2 alapozó év után különféle tagozatokon, nívócsoportos specializációban választhatnak a reál, a természettudományos és a humán tagozatok között, ami azt jelenti számukra, hogy az általuk választott tagozathoz tartozó tantárgyakból plusz órákat kapnak. Ezen felül természetesen a nyelvi órákból is emelt óraszámot biztosítunk számukra, hiszen a mostani 8-osok már az a korosztály, akiknek az egyetemi felvételihez, illetve magához a jelentkezéshez is szükségük van egy nyelvvizsgára és egy emelt szintű érettségére. Mi ezt biztosítjuk számukra. Ösztöndíjakról, oktatáshoz kötött különböző programokról amiket lehet elmondani? Nálunk egy olyan ösztöndíjrendszer működik, amely a Tamási Gimnáziumért Közalapítványon keresztül a Tamási Önkormányzat alapításában a hozzánk jelentkező tamási lakhelyű diákoknak biztosít egy egyszeri beiskolázási támogatást, illetve a tanulmányi átlagoktól függően pedig évvégén tanulmányi ösztöndíjat tudunk adni a gyerekeknek. Ez egy igen tekintélyes összeg, tehát megéri tanulni. Ezen kívül az iskolában működik az Erasmus Plus program, ami egy ilyen külföldi csereprogram, és egy nagyon lelkes kolléganőm intézi, szervezi az egészet. Ennek az angol a munkanyelve. A tavalyi tanév során 68 gyereket mozgattunk meg ennek a programnak a keretében, tehát eljutottak Spanyolországba, Portugáliába, Szicíliába, Olaszország más részeibe, illetve még a Réunion szigeteken is 10 000 kilométerre innen, ami francia fennhatóság alatt működik. Hatalmas lehetőség ez a gyerekeknek, egyrészt a nyelvgyakorlásra, másrészt pedig olyan szempontból, hogy az ott élő kultúrába is egy picit jobban betekintést kaphatnak. Nagyon népszerű ez a program nálunk. És talán ennek köszönhetően is megkeresett bennünket egy nyelvvizsgaközpont, a Language Cert angol nyelvvizsgaközpont. Májusban akkreditálták ezt a nyelvvizsgahelyet, és idén decemberben már zajlanak az első nyelvvizsgák, úgyhogy hozzánk lehet jönni. Diákéletről, sportolási lehetőségekről mit lehet tudni az iskola tekintetében? Nagyon élénk ez a része is a gimnáziumunknak. A sport lehetőségekről csak annyit, hogy tavaly adtak át egy felújított tornatermet a gimnázium 70. évfordulójának ünnepségekor. Van egy konditermünk, egy hatalmas műfüves pályánk, ami működik, illetve a városi műfüves pálya is rendelkezésre áll minden olyan diákunknak, akik ezt szeretnék használni. Rengeteg olyan programot nyújtunk, amelyek segítenek a mottónkat megvalósítani. Ugye, és nekünk van egy mottónk, ami arról szól, hogy élni kell az iskolában, nem pedig túlélni. És mi ebben igyekszünk segíteni a gyerekeknek a diáknappal, a fordított nappal, a diákigazgató választással, a farsanggal, a szalagtűzővel, az ismerkedési bállal, és minden egyéb olyan programmal, ami meghívott előadókra épül, vagy pedig csak iskolán belül önszerveződés alapján működik.